Falunappal ünnepelték az államalapítást Mezőtárkányon. A Szent István napi ünnepség kenyérszenteléssel kezdődött. Papler Pál plébános megáldott az új kenyeret, majd Tótni Szabó Anita polgármester beszédében megemlékezett Szent István példamutató életéről, örökségéről, és összegezte az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseit a községben. Rendkívül sok rendezvényt valósítottunk meg, nagyon-nagyon sok pályázati forrás nyertünk képzésekre, egészségügyi szűrésekre, rendezvényekre, képzésekre, különböző táborokra, táboroztatásokra, kirándulások szervezésére. Én ezt nagyon fontos területnek találom, hiszen ezzel is tudjuk a családok mindennapjait, életét színesíteni, a gyerekeknek ösztöndíj támogatással segíteni a tanulmányaikhoz, de úszásoktatásra tudtuk vinni a gyermekeket, a piciket is, már az óvodásokat bábelőadásra, egerbe, vagy Bekölcére, erdei táborba. Tehát ezek azért nagyon fontosak ugye a mindennapi élet megítélése szempontjából, az élhetőség szempontjából, hogy azért színesebb legyen a kis életünk, és eljussanak hátrányos helyzetű családok, gyermekek is olyan helyekre, amely eddig nem volt adatott számukra. Ugyanakkor a településképünk is fejlődött, változott, hiszen a legfontosabbnak tartom az útfelújításokat ebben a ciklusban, az utóbbi években, hiszen a település átszelő főútjaink megújultak, jelentős javítással megújultak, de a Dózsa-György útra is nyertünk BMS pályázatot, és amely utunk a vasútállomáshoz vezet, az is megújult. Az elmúlt évben fejeztük be a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését, amelynek köszönhetően sokkal jobb munkafeltételek között dolgozhatunk és várhatjuk az ügyfeleket. Ők is gondolom, hogy jobban érzik magukat ebben a környezetben az ügyeik intézése során. De most lett kész nagy örömömre egy topos pályázatból az óvoda játszóudvara. Korábban már a sószoba elkészült, amely szintén a projekt keretében történt, és most készen van az udvarunk, a játszóudvar, úgyhogy szeptemberben már egy gyönyörű szép új játszóudvar várja a gyermekeket. Ez nagy öröm számomra, mert mindig is nagyon kedves volt számomra ugye az oktatás, ugye lévén pedagógus vagyok. Jelenleg folyamatban van több közbeszerzésünk is. Hamarosan megkezdhetjük majd a kisiskola udvarán lévő szolgálati lakás felújításával a biztos kezdett gyerekház infrastruktúrális hátterének kialakítását. És ugyanígy a közbeszerzés folyamatban van a szociális intézményünk és a művelődési az energetikai korszerűsítése tárgyában is. Úgyhogy remélem, hogy szeptemberben már elkezdődnek ezek a beruházások, kivitelezések. Mint ahogy a megvásárolt lakásokból a szegregált élethelyzetek felszámolása Mezőtárkány községben nyertes pályázatunk keretében 7 szociális bérlakást fogunk kialakítani, és 2 szolgáltatópontot, valamint egy közösségi házat. A megvásárolt lakások felújításával, illetve új lakások építésével valósul ez meg, és majd jövőre már birtokban vehetik a hátrányos helyzetű családok. A Magyar Falu programban egy 7 férőhelyes mini bölcsöde létrehozását pályázzuk, amelyet az óvodánk bővítésével kívánunk megvalósítani. Ugyanakkor a temetőben a ravatalozó teljes körű felújítását is megpályázzuk, útfelújításokat, mert ez ugye állandó feladat Mezőtárkányban, talán a legnagyobb problémánk ugye az utak helyzete. A közterület karbantartását szolgáló eszközparkra is kívánunk pályázni, valamint falubuszunk cseréjére, tehát új falubuszra. Az eseményen részt vett Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnök jelöltje. Beszédében hangsúlyozta, Heves megye az elmúlt években fejlődő pályára állt, és a legfontosabb cél, hogy ez a fejlődés a megye minden településén tovább erősödjön. 2010-ben a Heves megye maga a megye átalakulásával is egy fejlődő pályára állt, és 2010-től folyamatosan akár a pályázati források, akár pedig a nemzeti források biztosítják a megyének a fejlődés lehetőségét. Egy nagyon jó partnerség alakult ki itt Heves megyében, a települések országgyűlési képviselői, a települési polgármesterek és a Heves megyei önkormányzat között. Ez a hármas egység, én gondolom, hogy nem fog megbomlani az elkövetkezendőben, és bízom benne, hogy így tudjuk folytatni tovább a munkát. Akár a topos források, akár pedig a Magyar Falu programjai erre lehetőséget biztosítanak, és az elkövetkezendőben is ez a fejlesztési dömping, ami megvalósult az utóbbi időben, én gondolom, hogy képes lesz folytatódni. A Szent István napi ünnepségen adták át a Mezőtárkányért kitüntető címeket és a Mezőtárkány fejlődésért, haladásáért díszoklevelet. Idén Tótni Szabó Anita polgármester, aki 13 éve vezeti a települést, és a díjazottak között volt. Díszpolgári címet vetett át Pásztor István alpolgármestertől,
és dr. Kovács András jegyzőtől. Ez egy csoda. Ugyanis nem sok díszpolgár van a községben, nem olyan régen kezdtük el a díszpolgári címek adományozását, és mindeddig három díszpolgári címet adtunk továbbá, egy posztumuszt. És hát ebben a vetületben azt gondolom, hogy ez egy nagyon megtisztelő cím, amit én megkaphattam a mai napon, egy gyönyörű aranygyűrű kíséretével, ami most egy újdonság, eddig plaketteket adtunk, és most hát gondolom, hogy úgy vélelmezték, hogy nekem annyira fontos mezőtelkány címere, tehát ez az identitás érzése, hogy a mezőtelkányi címert gravíroztatták bele ebbe a gyűrűbe, és ez egy különös boldogság számomra, hogy ezt viselhetem. A falu napon a hivatalos rész után számos program várta az érdeklődőket, kórusok és tánccsoportok, valamint Jolie és Suzy fellépése gondoskodott a jó hangulatról.